Olvastuk a Noir mozgalomnak a felhívását, hogy egy palacsintosító akcióban rászoruló gyerekeknek tudunk örömet szerezni azzal, hogyha elviszünk nekik néhány palacsintát, úgyhogy ebből az apropóból összecsődítettük a baráti társaságot, és tegnap este 10-12-en nekiestünk és lesütöttünk 50 adag, mert 50 teljes adag 3x5, tehát összesen 150 palacsintát. Le is adtuk ma reggel, bízunk benne, hogy a megfelelő helyekre elkerül, és ezzel örömet tudunk szerezni a gyerekeknek. E felől nincs is kétség, hogy jó helyre fognak kerülni. Miért fontos ez önöknek? Miért csatlakoztak ehhez? Hát úgy gondoljuk, hogy ha valaki rászorul a segítségre, és nem olyan hatalmas erőfeszítés, hogy mi valamilyen örömet szerezzünk nekik, akkor miért ne? Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy még sok-sok ilyen emberrel fogunk találkozni. További szép napot kívánok. Köszönjük szépen. Bonyai Rebeka a Bombomban éppen zajló palacsinta kommandónak a lelke és a mozgató rugója. Mi is ez a palacsinta kommandó? Sziasztok mindenkinek! A Noir mozgalom kezdeményezésére indult ez az országos palacsinta kommandó. Idén már ez harmadjára történt meg, és nem idén, hanem az évek alatt ez már a harmadik ilyen alkalom, és palacsintákat sütünk rászoruló gyerkőcöknek, ahova palacsintákat ajánlnak fel, szállítók jelentkeznek, hogy segítsenek kiszállítani a rászoruló gyerekeknek, és igazából én ebben segítek, hogy én ezt koordinálom le itt Pomáz városában, mert ezt is valakinek meg kell csinálni, és én nagyon nagy szeretettel fogadtam ezt a felhívást. Tehát ha jól értem, akkor ugye valaki otthon leül, elkezd palacsintát sütni, és akkor jelentkezik önnél idehozzá, és akkor innen majd továbbítják a gyerekek számára? Igen, lehetett jelentkezni egy linken keresztül, amire fel lehetett írni, hogy ki hány adagot vállal. Egy adag palacsinta, 3 darab palacsintát tartalmaz, egy kakaós, egy fahéjas és egy lekváros. Ezt összecsomagolva hozzák ide nekem, mindenki, aki amit vállalt. Pomázon a legnagyobb adagot egy tanárnő vállalta be, 100 adag palacsintát vállalt be, az 300 darab palacsinta. Szerintem ez fantasztikus. Hát ez nem kevés, egyáltalán nem kevés. De hogy ennek így a koordinálása, meg egyáltalán ennek a megszervezése, ez nem kis munka? Nem, mert nagyon egy feladatot kaptam, hogy a befogadóhelyeket nekem kellett megkeresni, és hát igen, voltak olyan délelőttök, amikor a telefon nem esett le a fülemről. Nem volt egyszerű, de én ezt marhára élveztem. Szerintem ez ilyen szívem ügye, és van rendezvényszervezői végzettségem, tehát ez nem áll tőlem annyira nagyon távol, és én ezt szeretem, szeretek beszélni az emberekkel, szeretek adni, és szeretek szervezni. A pomázi palacsinták hova kerülnek? Húha, erről nem nagyon szeretnék nyilatkozni. Ez ilyen titkos információ? Maradjunk annyiban, hogy nem okoznánk kárt senkinek sem. Jó, rendben, ezt megértjük és tudomásul vesszük. Miért fontos ez? Magát szerintem alapesetben nekem, hogy ez miért nagyon fontos, másolódás. Én reggel arra keltem föl, hogy anyukám küldött egy üzenetet nekem, hogy mennyire szeret és mennyire büszke rám. És én csak annyit mondtam neki, hogy én nagyon szépen köszönöm, és tudod, anya, a másolódás, mert te is ilyen vagy, és én is ilyen lettem. És én hiszem azt, hogyha minél többen adunk és segítünk embereknek, gyerekeknek, állatoknak, rászorulóknak, vagy csak annak, akinek kell egy kicsi falat, szeretet, vagy bármi, amit tudunk adni, akkor ez másolódni fog, és egy idő után nagyon-nagyon sokan leszünk, akik adni fogunk. Ez egy nagyon szép gondolat, és magam is hiszek benne, de ez nem 1-2 perc alatt fog megtörténni. Hát nem, de azt kell gondolom, hogy a kis hangyák indítanak be mindent. Most jelen esetben mi vagyunk a hangyák, és azt gondolom, hogy jövőre már óriási nagy volumenű lesz ez az egész, és akár nem csak palacsinta, hanem több ilyen dolog is lesz, amiben részt tudunk venni. Én nagyon szívesen állok a dolog előtt, hogyha esetleg a Noir mozgalom csinál még hasonló dolgokat, akkor én nagyon szívesen vállalom, benne vagyok. Májusban gyereknapkor lesz a következő palacsinta kommandó, tehát hajrá, Pomáz fel! Akkor lehet készíteni a serpenyőket.
így van, serpenyőket elő, mindenki duplán süsse a palacsintákat. Én is sütöttem, én is szállítok, és én is koordináltam itt a pomázi eseményeket. Ez a palacsinta mennyiség, ami most itt ugye ide kerül és kiosztásra kerül, ez tulajdonképpen nem kevés. Ez valami hasonló nagyságrendet várt, vagy ez önnek is meglepetés? Óriási meglepetés volt, főleg amikor először felhívott a koordinátorok koordinátora a Noártól, hogy jelenleg úgy állunk, hogy nálunk sokkal több a felajánlott palacsinta mennyisége, mint Győr városában, tehát számomra ez sokkolt a helyzet, hiszen több mint 800 darab palacsintát sütöttek le csak a pomázi felajánlók. Tehát ez fantasztikus. Ez rengeteg, akkor Pomáz lenyomta Győrt? Hát az első információim szerint igen, de nagyon sok települést és kisváros szerintem lenyomtunk. Hát erre akkor azt hiszem joggal lehetünk abszolút büszkék. Ez így van, és én nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki belevágott ebbe és segített ebbe, segített a megszervezésében. Van olyan, akit én kerestem meg, hogy jöjjön segíteni, mert történtek dolgok, hogy valaki lemondta, valaki rosszul lett, beteg lett, stb. És jöttek, előfordul, ez mindenhol, bárhol tényleg előfordul, és akkor egy olyan hölgyet kértem meg, hogy segítsen nekem, akivel amúgy még sose találkoztam, csak egy másik társaságban vagyunk ketten benne, és nagyon sokat beszélgettünk, így felkerestem Tokodról Lillát, és mondta, hogy ő segít nekem nagyon szívesen, ő találta az esztergomi helyeket, ahova esztergomba fogunk szállítani, és ő is fog jönni szállítani, tehát ő Tokodról azért eljön ide Pomázra, hogy fölvegye a palacsintákat, és visszavigye esztergomba, tehát hatalmas köszönet, és ennyi. Ehhez azért valamilyen fajta elhivatottság kell. Hát én úgy gondolom, hogy igen, elég elhivatott vagyok amúgy világéletemben, még nem éltem sokat talán, de hogy világéletemben azért dolgoztam, hogy ne csak nekünk legyen jó, hanem adjunk is, és hogy másoknak is jó legyen, és nekem nagyon sok alapot az általános iskolám adott meg. Én nem pomázi vagyok, én budakalászi vagyok, én Szent István telepre jártam általános iskolába, és én ott tanultam meg a mostani viselkedési formám, a mostani értékrendjeimnek szerintem a 70%-át, mert nyilván iskolába jár többet kb. Az ember napi szinten, mint hogy otthon legyen a szüleivel, de anyukám meg a másik 30, vagy legyen ekkor 60-40. Tehát, hogy olyan szinten fontosnak találom a segítést, az, hogy nálam a környezetvédelem még, ami nekem az egyik, ami a szinte első helyen van, a környezetvédelem. Hát mondjuk azzal is van bőven tennivaló. Van bizony, hogy ne lenne, igen. Szerintem egyszerűen nem lehet abba hagyni és leállni, és mondani embereknek, hogy vigyázzanak az otthonaikra, mert egyszerűen tönkretesszük, és már most ott tartunk, hogy kb. Visszafordíthatatlan, és milyen jövője lesz a gyermekeinknek? Hát pontosan ez a kulcs szó, csak ahogy ezt így mi figyelgetjük, akár hivatalból, akár magánemberként, ez azért még egyelőre elég pusztába kiáltott szónak tűnik. Hát igen, mondjuk egy fecske nem csinál nyarat, és én úgy vagyok vele, hogy ha már édesanyja vagyok, és belőlem lesznek a korábbi felnőttek, vagy a későbbi felnöttek, tehát a gyermekem, nekem 3 gyerekem van, és már most tudja az 5 éves és a 3 éves is, hogyha eldobnak egy szemetet, akkor az első meglátja. Anya, a csúnya nénik bácsik eldobták a szemetet. És én nagyon bízom benne, hogy ha már ők megtanulják, és hogyha a kortársaim, a gyerekeiknek is megtanítja azt, hogy nem szemetelünk, azt, hogy szelektíven gyűjtjük a szemetet, azt, hogy nem veszünk PET palackot a boltokba, és nem gyártjuk a töménytelen mennyiségű hulladékot, akkor már azzal egy picit előrébb tudunk lépni. Hát ez azért szimpatikus, ez a töretlen optimizmus. Igen, így születtem, ilyen vagyok, én nem nagyon szoktam szomorkodni, mindig megyek előre, és a minden rosszban meglátom a jót. Hát reméljük, hogy ez így marad. Minden esetre most a rászorulók nevében is nagyon szépen köszönjük, hogy fölvállalta ezt az ügyet, és további sok erőt és kitartást kívánok ehhez a kicsit szélmalomharcnak tűnő küzdelemhez. Hát nagyon szépen köszönöm, én nem adom fel, én küzdök, és osztom az igét. Hát maradjon itt sokáig, köszönjük szépen. Köszönöm. Egervári Krisztina is egy szép nagy adag palacsintával érkezett. Milyen apropóból érkeztek ide a palacsinták? Hát nyilván ez egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés,
hogy olyan gyerkőcök kapják meg ezeket a palacsintákat, akik nem minden nap jutnak ilyen finom dolgokhoz. Úgyhogy az almafóvodával és bölcsödével így összefogtunk, így a kollégákkal, és akkor bevállaltunk elég sok palacsintát, hogy hozzájáruljunk ez a nemes ügyhöz, amit a Noár szervez. Igen, ez kétségtelen, hogy nemes ügy, és nagyon jó, hogy ilyenhez csatlakoznak, de miért? Miért fontos ez önöknek? Hát alapvetően nálunk az óvodában is, meg a bölcsőben is fontos az érzékenyítés, az empátiára nevelés, hogy megmutassuk a gyerkőcöknek, hogy sokfélék vagyunk, és hogy ez egy olyan dolog, ami szintén, még ha nem is pontosan most ezt a mi hozzánk járó gyerekek talán látják, de mint közösség, ez az értékrend a csapatban, ez nagyon fontos, úgyhogy talán ez így egy ilyen alap dolog volt, hogy ezt így megláttuk, és akkor csatlakoztunk hozzá. Hát és ugye nem utolsó sorban a minta. Hát igen, természetesen, bár most nem, hétvége van, nem velük sütöttük, hogyha hétköznap lett volna, szerintem akkor bevontuk volna talán őket is, de mindenképpen meg fog jelenni, meg fogunk róla beszélni a csoportokban, hogy mivel foglalkoztunk mi a hétvégén felnőttek. Hát nagyon szépen köszönjük a rászoruló gyerekek nevében is, és kívánom, hogy még sok-sok ilyen ember legyen itt Pomázon, akik ilyen fontosnak tartják, hogy másokon is segítsenek. Ezt én is így kívánom, és szerintem egyébként sokan vagyunk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is.